Az újvidéki József Attila általános iskolában 141 diák töltötte ki az anyanyelvi tesztet, ebből 6-an magyar nyelven. A mai tesztre úgy készültem, hogy átismételtem az anyagot. Hát nem nagyon volt nehéz, az az igazság. Azért volt nehéz a felkészülés, mert nem az iskolában tanultunk, hanem online kellett tanulni. 8 éven át rendszeresen tanultam, úgyhogy nem okozott számomra nagyobb megterhelőtséget. Szabadidőmben persze böngésztem kicsit a felkészítő lapokat. Hát nem volt túl nehéz, azt érzem, hogy jól sikerült. Középiskolába, gimnáziumba szeretnék iratkozni, szerintem sikerülni fog. Az iskola magyar tanára elmondta, habár a felkészülés a kísérettségére rendhagyó módon történt, bízik abban, hogy a diákok megállják a helyüket. Főleg a feladatgyűjteményben lévő feladatokat gyakoroltuk, a korábbi évekből is, meg a mostani feladatgyűjteményből, meg hát ilyen átfogó mindenre, tehát külön-külön témakörönként foglalkoztunk mindennel, hogy minél jobban vissza tudjanak emlékezni ugye mindarra, amit tanultak a korábbi években. A diákok holnap a matematika, pénteken pedig a kombinált teszteket töltik ki. Az idei záróvizsga előkészülete mellett az eredmények feldolgozását is digitalizálták. Az előzetes teszteredményeket június 23-án, a végleges eredményeket pedig június 28-án teszik közzé.